5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 30. A Fehérvári Kórház intenzív szakorvosa mutatja a helyes újraélesztés technikáját a jelenlévő orvostanhallgatóknak a kórház újonnan átadott skill laborjában. Ha nézel, akkor ott látod. Háromdimenzióban belső szemekkel. Egy másik gyakorlati oktatóteremben pedig egy várandós kismama ultrahangvizsgálata zajlik, egy speciális bábú és egy VR szemüveg segítségével. Forgatni kell a fejet, apró pici mozdulatokkal, és akkor így lehet rájönni, hogy hogyan tudom behozni abba a pozícióba a magzatot, hogy mondjuk megmérjem a koponyáját. A Fehérvári Kórház Medicus Skill Akadémiáján hétfőn tartottak nyitónapot, bemutatták azokat a gyakorlati képzést segítő, nemrégiben beszerzett 21. századi eszközöket, melyekkel a jövőben képzik majd az egészségügyi dolgozókat. A több mint 13 milliárd forintos fejlesztés során nem csak Fehérváron fejlesztettek, az ország 16 oktatókórházában jött létre úgynevezett skill labor és az ehhez kapcsolódó képzési módszertan. A Fehérvári Kórház skill laborját 74 millió forintos támogatási összegből alakították ki, és 238 millió forint értékű eszközparkkal szerelték fel. Gyakorlatilag Európában egyedülálló a projekt. Tehát az egész országot lefedő 16 megyei oktatott kórházi skill labor, illetve a 4 egyetemi, ami sokkal magasabb felszereltségű, gyakorlatilag példanélküli. Az eszköztár rendkívül változatos. Így a különböző típusú műtétekhez gyakorló műtők és szimulátorok sora áll rendelkezésre Fehérváron. Ezekben az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók, orvostanhallgatók és ápolóképzésben résztvevők gyakorolhatják majd a betegellátást valósághű körülmények között, mindezt kockázatmentesen. Be lehet gyakorolni ezekben a laboratóriumokban, ezeken a manekeneken, ezeken a bábukon, azon a szinten, hogy amikor már ugye a beteggel először kapcsolatba kerül a fiatal orvos, akkor ő maga is biztonságosabbnak érzi a képességeit, és hát nyilván biztonságosabb is, hiszen már alapszinten megtanulta a beavatkozásokat. A skill labor és a most beszerzett eszközök segítségével bizonyos beavatkozások, melyeket korábban adott esetben évekig tanult egy orvos, pár hét alatt rutinszerűvé fejleszthetők. Amikor kikerülünk a betegellátásba, akkor lesz nagyon nagy eredménye, hogy sokkal gyakorlottabbak vagyunk. Még hogy az egyetemi évek alatt is gyakorlunk, de nem ilyen élethű készítményeken, és amikor kikerülünk, akkor egyből a beteg biztonságot próbáljuk meg megcélozni, éppen emiatt izgul a hallgató azért, hogy minél biztosabban csinálja meg az eljárás, de nem tudja annyira, mert nincsen meg az a megfelelő háttér tudása ez a elvégzéshez, ennek a elvégzéséhez, és ez éppen ebbe fogja segíteni a hallgatót, sokkal magabiztosabban tud odaállni. A skill laborban szakápolók és szakdolgozók, gyakorló orvostanhallgatók és kórházi dolgozók egyaránt részt vesznek majd a képzéseken, melyek közt az újraélesztés ugyanúgy szerepel, mint az életmentő vagy intenzív terápiával kapcsolatos beavatkozások. A későbbiekben azonban a tervek szerint a lakosság képzésére is lesz majd lehetőség a Fehérvári Skill Laborban, melyeken akár a betegek hozzátartozói is részt vehetnek majd a jövőben, ezzel is segítve a rehabilitációt egy-egy műtét után.